foglalkozni az igényhirdetők, de hát ugye pünköskor nem volt rá idő, jó részt az én bizonyságtételem miatt is, és elég sokan tettünk akkor bizonyságot, de úgy gondoltam, hogy pótolom azt a, ezt a mulasztást, és azért is fontos ugye ezzel foglalkozni, mert Isten a Bibliában is már az Ószövetségben is többször felhívta a figyelmünket, hogy hát kössük a, az Isten igéjét a kezünkbe, és kössük a fejünkre, tehát hogy mindig nálunk legyen. Ezt persze nem úgy kell értelmezni, hogy hát jövő vasárnap bejöjjenek az emberek cipőfűzővel felkötözött Bibliával a karjukon és a fejükön, hanem muszáj, hogy a kezünkben legyen az ige, hogy utána behatolhasson a fejünkbe, és a fejünkből pedig a szívünkbe. A mai ige, a fővezége, az apostolok cselekedetei második fejezet, 36-ból 42. vers. Kérem, hogy aki teheti, az fennállva hallgassa meg Isten igéjét. Tehát az apostolok cselekedetei második fejezet, 36-42. vers. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűnétek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és a gyerekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, és megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy a népen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Uram, kérlek, hogy gyere közénk az én fejembe, és te tartsd meg a mai igehirdetést, te vezesd a mai igehirdetést. Nyisd meg a füleinket, nyisd meg szíveinket, és segíts olyan, hogy a hétköznapokban, a cselekedeteinkben is visszatérződik az, amit tőled hallunk. Jézus nevében kértem szeretnék ezt látni. Tulajdonképpen mi azért vagyunk itt ma együtt, azért gyűltünk össze, mert annak idején ezek a dolgok megtörténtek. A pünkös nem csak a Szentléleknek a kiáradásáról, nem csak a Szentlélek átadásáról szól, hanem az egyházak alapításáról is. Az ős egyházat tulajdonképpen akkor alapították. És mi, akik már ismerjük az előzményeket, és tudjuk, hogy utána mi volt ugye az Új Szövetség birtokában, mi már tudjuk azt, visszatekintve is, hogy Krisztusnak az egész földi tevékenysége, az egész földi élete arról szólt, hogy előkészítse az egyháznak a megalapítását, az eklézsiának a létrehozását. Nagyon érdekes nézni azokat az embereket, akiket elhívott, akiket megszólított, ugye halászokat, egyszerű embereket szólított meg, és hívott el tanítványnak. Ő hívta el a tanítványokat magához. És nagyon fontos az, hogy az egyszerű emberekhez szólt, és az egyszerű embereket keresettek. Ugyanígy nagyon fontos az, hogy lássuk Jézusnak a szolgálati területeit, hogy mik voltak azok a
területek és helyszínek, ahol ő úgy gondolta, hogy az ő szolgálatára, az ő beszédére és az ő áldásaira szükség van. Ugye ezek a területek a tanítás, a megigazítás, a gyógyítás és az Istenre mutatás. Nagyon fontos dolog, hogy Jézus Istenre mutatott és Istenre hivatkozott végig a szolgálata során. Nagyon érdekes az is, hogy Jézus megdöntötte a korabeli módszereket. Ugye voltak annak idején olyan rabbinikus módszerek, amelyek közvetítették a tanítást, a rabbik voltak a jogosultak tanítani, ők voltak jogosultak átadni az ismeretet, és ők is tudták ugye az ismeretet. Jézus ezt módszertanilag megdöntötte, ugyanis annak idején a tanítványok kiválaszthatták azt, hogy melyik az a rabbi, akinek tetszik a tanítása, akinek szimpatikus az, amit mond, szimpatikus az, ahogy beszél, és akkor kiválasztották azt a rabbit, és a rabbi pedig tanította őket. Jézusnál láthatjuk azt, hogy teljesen más volt a módszer, ugyanis Jézus hívta az embereket, Jézus választotta ki a tanítványokat, és magához hívta őket, föltette nekik a kérdést, hogy hát követik-e őt, és a választól függően lettek tanítványok, vagy pedig nem. Jézus fölé helyezte a cselekedeteket az ismeretnek. Ugye a rabbiknál, a farizeusoknál ez fordítva volt, meg is mondta nekik számtalan alkalommal, hogy ti ismeritek az írást, de nem cselekszitek azt. Tudjátok, hogy mit kellene tennetek, de nem teszitek. És ezt mint hiányosságot rótta föl nekik, és nagyon sok helyen lehet azt érezni, hogy a tanítás értékének, tehát a tanítás értéke csökken azáltal, hogy nem válik annak az életében valóvá, aki tanít. Meggyengíti az Istennek az erejét azáltal, hogy nem tükröződik vissza a tanítóba az a tananyag, amit tanít. Jézus nagyon fontosnak tartotta azt, hogy az ismeret és a cselekedetek azok egységbe kerüljenek az emberben. Ez nem fog egyik napról a másikra menni, tehát nem arról van szó, hogyha az ember egyszer végigolvassa a Bibliát, és hisz Jézus Krisztusban, és elfogadja a megváltást, akkor ő már egyben egy harmonikus keresztény lesz, és innentől kezdve semmilyen rossz mondata, vagy semmilyen rossz megnyilvánulása nem lehet, hanem ez a tanítványság és az idő előre haladtával általában fejlődni szokott, és fejlődni is kell. A farizeusi tanításokban Istennek az igéjét összevegyítették a hagyományokkal, azokkal a tradíciókkal, amiket ugye már a rabbik dolgoztak ki, és ezek nagyon nagy mértékben meggyengítették az Istennek az igéjét, erőtlenné tették, és Jézus a földi szolgálata során tulajdonképpen ezért is kellett a messiási megváltás, ezért is kellett Jézusnak a földi szolgálata, hogy föl tudja ezt a meggyengített, erőtlen beszédet élénkíteni és életet vigyen az igébe. Jézus a tradíciók fölé helyezi a hit cselekedetekben történő megnyilvánulását. Ugye tradíció volt annak idején, hogy szombaton nem dolgozunk, zsidóknál még most is tradíció, semmilyen munkát nem végzünk, és le van írva egészen részletesen, hogy mi minősül munkának, mi nem minősül munkának, és az ember akár egészen véletlenül is belekeveredhet egy olyan cselekedetbe, ami ugye már a tradíciók szerint munkának minősül, mint tudom én hozzájön a villanykapcsolóhoz. Elég vicces, de ilyen részletesen le volt fektetve az, hogy mit szabad és mit nem. Jézusnál láthatjuk a szolgálata során, hogy például a kalásztépésnél ő egészen egyszerűen ennek a hagyománynak, ennek a tradíciónak ellentmondott, és azt mondta, hogy a kalásztépés az nem munka, és hogy a szombat van az emberért, és nem pedig az ember azt a szombatért. Tehát cselekedetekben meg kell nyilvánulnia az Isten igényének, és összhangban kell vele lenni. Nem te választod a rabbit. Nagyon érdekes, hogy minden ember, hogyha visszagondol arra,
hogy mikor volt Jézus Krisztus és Isten által megszólítva, mikor hallotta meg azt a hangot, amely szólt hozzá, hogy gyere velem, és legyél a tanítványom. Minden ember, hogyha erre visszaemlékszik, akkor nagyon jól tudja azt, hogy ő lett megszólítva. Ugye közkincsen van az, hogy hát behívta a szívébe Jézust. Igen, ez azután van, miután őt Jézus az ige által megszólította. Tulajdonképpen ezért kellett az eklézsiának, az egyháznak létrejönni, és benne azoknak az embereknek, akik ezt az egyházat alkotják, hogy továbbadva az isteni tanítást, ez a hívás, ezt tudjon akár 2000 év után is ugyanúgy élni, mint 2000 évvel ezelőtt. Tehát ma is ugyanúgy szólítatnak meg emberek, akár a mai napon is, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt megszólítottak. Nagyon fontos az, hogy mi a válasz. Isten nem szólongatja olyan gyakran az ember. Jézus Krisztus nem szólongatja olyan gyakran azt az embert, amelyik még nincs megtérve, még nincsenek szellemi ajándékai, csak egész egyszerűen egy világi ember, talán kereső, talán nem, talán jó neki, úgy az élete, ahogy van, talán nem. Lehet, hogy egy ember csak egyszer lesz megszólítva az egész élete során. Az is lehetséges, hogy többször. Ezt nem tudjuk, ez egy isteni titok. De az biztos, hogy amikor Isten megszólít, akkor választ kell adni arra, hogy vele tartasz-e, elfogadod-e a tanítványságot, vagy pedig azt mondod, hogy neked erre nincs szükséged, kérsz egy kis időt, most nem tudok erre válaszolni, majd válaszolok, és utána szépen lassan a hívás feledésbe merül. Önmagában a gyülekezet szó, a görög ekklesia, az ekkaleóból származik, amelyik az ekből és a kaleó szavakból, a kihívlak szavakból jött össze. És tulajdonképpen ezt tartalmazza az egész gyülekezetnek az értelmét, hogy kihívottak közössége. Az egyház a kihívottaknak a közössége, azoknak az embereknek a közössége és az összetartása, akik elfogadták és igent mondtak a Jézusi hívásra. A Máté 16:13-20-ban elolvashatjuk azt, ahogyan megszólította Jézus Simon Pétert. Mert megkérdezte tőlük, hát mi kinek mondtok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokolkapu is el fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Tehát ez a megszólítás, és ennek a megszólításnak a leírása egy példa arra, ahogyan mi is meg leszünk szólítva, vagy meg vagyunk szólítva, vagy meg voltunk szólítva. Attól függően, hogy ugye meg vagyunk térve, vagy pedig nem. Megkérdezi tőlünk Isten az, hogy Jézusnak kinek mondasz engem, és akkor lehet sokféle variációt mondani, nagy tanító, mester, vagy pedig te vagy a Jézus az Isten. És itt láthatjuk azt, hogy Jézus nagyon megörült, mert látta azt, hogy Péternek nem egy bölcs rabbi mondta ezt meg, nem egy másik tanítvány, tehát nem embertől származott az az információ, amit Péter válaszolt, hanem a Szentlélektől. A Szentlélek nyilatkoztatta ki neki azt, hogy kicsoda az,
aki őt elhívta. Ez nagyon fontos az ember életében is. Nem lehet másképpen üdv átadó hatása annak, hogyha a Jézus Uramnak szólítjuk, hogyha nincs mögötte a Szentlélek által adott meggyőződés. A lélek az, amelyik tudja közvetíteni a szívünkbe, az életünkbe Krisztust és az ő munkáját és az ő akaratát is csak a Szent Szellem tudja nekünk átadni és közölni velünk. Bármilyen más Bibliából szerzett ismeret, vagy papi tanítás, vagy egyéb más módon megszerzett dolog, az nem érvényes, nincs üdvő átadó hatása. Tehát tulajdonképpen lehet ezt tanulni, de nem a tanulás fogja az üdvöt nekünk meghozni az életünkben. Dolgoztam Fiótvonban, és ott volt egy elég érdekes srác annak idején, akit nem tudtunk hova tenni, ugyanis bármilyen hitvitába kerültek a lakók egymással, vagy a vezetőséggel, ennek a srácnak mindig megvolt az az ige helye, amelyik pontosan ült abban a szituációban, kiváló volt a Biblia ismerete, utána tolmásra is elment egy Biblia iskolába, amit aztán erős kábítószer függő volt, és képes volt arra, hogy egy üres mezőre kisétált, és 200 méter után már sikerült annyi ilyen különleges dolgokat elrágcsálnia, hogy fél áj után összeesett. Tehát nagyon jól ismerte a növényeket is, és hát tolmásra a Biblia iskolába emiatt elküldték. És ez az ember nagyszerűen ismerte az igét. Egészen elképesztő volt az a tudás, ahogy még lehetett néha látni rajta, hogy ittas volt, és akkor is egészen pontosan emlékezett, hogy melyik igehely volt található, mi mire hivatkozik, tehát kiváló volt a Biblia ismerete. Viszont őt ez a Biblia ismeret nem segítette hozzá, hogy a mennybe jusson. Tehát hiába volt neki ez a Biblia ismerete, lehet, hogy még néha mondta Istennek, hogy hát Uram, segíts meg ebbe, vagy tedd ezt, tedd azt, de nem ezért, nem így kell a Bibliát forgatni, és Isten igényét keresni, és az, akinek a cselekedeteibe az, amit a Bibliába olvas, tanul, nem tükröződik vissza, az ember az nem fogja elnyerni az üdvösséget semmiképpen. Akkor sem, hogyha oda-vissza kívülről fejből tudja az igét, az összes igehelyet, verszakot, nem fog bekerülni a mennyországba. Kizárólag a Szent Szellemnek a közreműködésével és a Szent Szellem ajándékával lehet a cselekedeteinkbe, a hétköznapjainkba átváltani a hitet, megérteni a hitet, és utána alkalmazni azokban a dolgokban, amiket utána csinálunk. A hitet nem én hozom létre tehát, hanem azt a Szent Szellem munkája ki bennem. Nem hozható létre tanulással a hit, hanem csak az ismeret hozható létre tanulással. Viszont mondja Isten, hogy ha nincs hitet, akkor kérd tőle. Tehát akkor imádkozni kell Istentől, hogy támogassa meg az embert ezekben. Nem mindenkit hív el Jézus. Ugye látjuk a Bibliában, és olvasom azt a részt, hogy a gadarai megszállottat például nem hívta el. Ez a Márk evangéliumának 5. részét, egy 20-as verset. Azután elmentek a tenger túlsó partjára a gadaraiak földje. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszakadta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vakosta meg magát. Akkor távolról meglátta Jézus, odafutott, leborult előtte és hangosan felkiáltott, mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, hogy ne gyötörj engem.
Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki tisztátalan a lélek ebből az emberből, és megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt légió a nevemben sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzzel őket arról a vidékről, ott a hegyoldalban volt egy nagy legerésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznóba, vagy menjünk belé. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznóba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak és elvitték a hírt a városba és a környező településen. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe jöttek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznóval. Ekkor kérni kezdték Jézus, hogy távozzék el a határoktól. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Tehát kérlelte őt, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajta. Tehát látjuk azt, hogy ez az ember akar csatlakozni Krisztushoz, de ő azt mondta, hogy nem, ne gyere velem, nem hívlak el téged úgy, mint a tanítványokat, viszont menj el oda, ahol születtél, és ott tegyél bizonyságot arról, hogy mit cselekedett veled az Isten. Valószínűleg ennek az lehetett az oka, hogy ez az ember ez megrázó bizonyságot tudott tenni, egész egyszerűen azzal, hogy oda ment, és ott volt, és látták, hogy milyen állapotban volt előtte, hogy megváltozott, és ezt nem lehetett semmiféleképpen egy földi orvosi gyógyításnak tekinteni, hanem mindenkinek látnia kellett azt, hogy ez egy isteni jel, ez a gyógyulás, ez az Istentől való. Tehát az űztörténeti munkával, az Isten munkája melletti bizonyságtételben egy sokkal erősebb volt a hatása, mint hogyha ezt az embert is odahívja a többi tanítványt. Viszont volt egy másik ember, akit hívott és nem jött. Ugye, tudjátok, hogy ki volt ez? A gazdag ifjú, hát igen, megszerette, és hívta, hogy hát csatlakozz hozzánk, de ő elkullogott, mivel hogy olyan dolgok voltak az életében, amik meggátolták abban, hogy csatlakozni tudjon Krisztushoz. Ez is egy választás. Hát ez is egy választás. És az is egy választás. A gadarei megszállott akarta azt, hogy ahhoz az emberre csatlakozzon, aki őt ilyen hatalomnak a birtokában meggyógyította. És az is egy választás, amikor azt mondja valaki, hogy sajnos most nem tudok csatlakozni be ebbe a munkába, mert más dolgom van. Olyan dolgom van, ami ennél sokkal fontosabb. Ez egy nagyon fontos az életedben az elhívásra adott válasz, hogy amikor megszólít téged Isten, akkor milyen választ adsz rá. Az egész egyház, az egész eklézsia azért jött tulajdonképpen létre, hogy azok az emberek, akik ehhez csatlakoznak, azok valamilyen szinten taníthatók legyen. És erre mindenkinek szüksége van, idősnek és fiatalnak egyaránt. Hogyha meg akarnám fogalmazni a taníthatóságot, vagy a tanítványságot egy példával, akkor talán azt mondanám, amikor Jézus a Getsemáné kertben imádkozott, hogy hát, Atyám, most ne az én akaratom legyen meg, hanem legyen meg a tiéd. Ez a tanítványságnak és a taníthatóságnak a legjobban összefoglalható lényege. Úgy kell fogadnunk az isteni tanítást, úgy kell taníthatóaknak lennünk, hogy Istennek az akaratát akarjuk az életünkbe beengedni, és ne a mi akaratunkat akarjuk jóvá hagyatni Istennel. Az egész életünk egy folyamatos krízisben van. Mindenkié. Tehát annak is, aki nagyon jól áll anyagilag,
nagyon szép helyen lakik, nagyon szuper körülötte minden, annak az embernek is vannak bizony krízisei, igaz, hogy másfajta krízisei vannak, mint annak, aki a mindennapi megélhetésért küzd. Tehát az egész életünk a megszületéstől kezdve, egészen ameddig meg nem halunk, egy folyamatos krízis. Ez csecsemőkorban jobban hallható, később már kevésbé, de néha megnyugvás, vagy néha egy kis feloldást az ad ebből a krízisből, hogyha ha sikerül egy éppen aktuális krízishelyzetet megoldani, akár önerőből, akár az Istennek a segítségével. Ez nem mindig tér el egymástól, van, hogy néha egy számon fut. De az egész életünk egy folyamatos krízis. Nincs olyan az életünkben, hogy megoldottunk valamit, és hó, hát akkor innentől kezdve már engem semmi baj nem érhet, már nincs miért félni, már nem történhet velem semmi rossz, hanem jönnek egymás után a krízisek, és egyszer egy kicsit jobban vagyunk, egyszer egy kicsit rosszabbul, de ez az életünk végéig így fog történni, és ez fog tartani, és az ad okot optimizmusra, hogy tudhatjuk, hogy amikor tanítványokká válunk, tanítványok vagyunk, akkor Krisztus tanít bennünket, hogy hogyan tudjuk ezeket a krízis helyzeteket az életünkben megoldani. Tehát úgy megoldani, sokféleképpen meg tudjuk oldani ezeket a krízis helyzeteket, de az Isten szerint való módon kell nekünk ezt megoldani, hogyha már elfogadtuk a hívást, és igen mondtunk rá, és vállaltuk a tanítványságot, akkor ezek után muszáj, hogy az életünkben lévő kríziseket isteni módszerekkel oldjuk meg. Tehát már nem megy a krízis megoldás úgy, mint régen, hogy fogja az ember a baseball ütőt és lerendezi a problémáit. Ezeket el kell felejteni, amikor az ember megtér és elfogadja az isteni tanítást. Többek között az ige erre is rávilágít, hogy az ilyen megoldások és az ilyen eszközök egész egyszerűen egy keresztény embertől el vannak véve. Sőt, ennél még sokkal rosszabb, ugyanis, hogyha elkérik az alsóruhádat, akkor járt kell adnod a felsőt is, vagy fordítva, tehát még plusz dolgokat kell adnunk akkor, hogyha sérelem ér minket, imádkozni kell az ellenségeinket, és egész egyszerűen világi emberek számára, egyszerű világi gondolkodású emberek számára érthetetlen dolgokat kell csinálni ezeknek a keresztényeknek, de hát ez így van rendjén, és ez így van jogon. Meddig tart a tanítás? Ugye általában az iskolában addig szokott tartani a tanítás, ameddig úgy megokosodik a tanuló, hogy már mehet ki az életbe, és azt, amit egészen odáig tanult, azt átfordíthatja cselekedetbe, és akkor abból azt végzi a munkahelyén, abból pénzt kap, és mindenki örül. Hát ez a keresztényeknél nem teljesen így van, ugyanis egész életünk végéig tanulnunk kell, és egész életünk végén folyamatos az az információ átadás, amit Isten biztosít nekünk. Nagy valószínűséggel azért van ez, mert az embernek az agykapacitása az véges. Tehát nem tudunk mindent megtanulni, azaz, hogy hát lehet, hogy tudunk sokáig tanulni, akár életünk végéig, de nem fogunk mindenre emlékezni, az biztos. Tehát az embernek az agykapacitása az korlátozott, némely dolgokat befogad, és azt nem tudjuk pontosan, hogy közben miket hajigál ki, de nagyon sokszor van velem is, hogy a munkám során régebben megtanultam valamit, és szükségem lenne rá, és egész egyszerűen nem emlékszem rá, tudom, hogy megtanultam, de már nem emlékszem rá, és kénytelen vagyok újra megtanulni. Az Eklézsiában azt várja el tőlünk Isten, hogy ez a tanulás ez folyamatos legyen, és életünk végéig tartson. Az egyház erre biztosít lehetőséget, nem mondhatja tehát senki, hogy mindent tud, hanem életünk végéig tanulunk kell. A tanítványság ideje alatt az ismeret és a cselekedet, tehát azok az ismeretek, amiket Isten átad nekünk a tanítványság folyamán, és mi azt befogadjuk a szívünkbe, a Szentlélek segítségével megértjük, befogadjuk a szívünkbe, és utána át tudjuk ezt az ismeretet fordítani a hétköznapi dolgokba, a hétköznapi cselekedetekbe.
ez visszafog a tetteinkből, és a viselkedésünkből, a beszédünkből, a másokkal való kommunikációból vissza fog tükröződni, és vissza fog köszönni az, hogy mi megértettük, és elfogadtuk ki azt a tanítást, amit Isten ad. Ha nem változik az életünk ahhoz képest, amilyenek még világi emberként voltunk, akkor valószínűleg, hogy vagy nem értjük a tanítást, vagy a Szent Szellemet nem engedjük be az életünkbe, hogy segítsen ezt a tanulást beépíteni a hétköznapjainkba, vagy pedig ez olyan magadság. Az is benne van az emberben, amikor úgy érezzük, hogy jó vagyok én így, nem vagyok én olyan rossz, én így jó vagyok, én már idős vagyok, nem tudok már változni, nem is akarok változni, hát idáig is jó voltam, ezután is jó leszek, majd legfeljebb ezt és azt és amazt kevesebbszer csinálom, de mindenki fogadjon el olyannak, amilyen vagyok. Hát ez kifejezetten a taníthatatlanságnak a megnyilvánulása. Ez általában az emberrel elő szokott fordulni a bemerítkezés után különböző okokból. Általában mindenkivel, van akivel gyengébben, van akivel erősebben. Velem is előfordult, úgy éreztem, hogy én nem vagyok én olyan rossz, ahhoz képest, hogy milyenek a testvérek. Ugye elkezdődik az egymás mérésgérése, és úgy éreztem, hogy én ahhoz képest, amilyen voltam, most már jó vagyok, hagyjanak engem békén, mert fogadja mindenki, hogy olyan vagyok, amilyen. Általában ezek mindig akkor jöttek elő, amikor Isten rávilágított valami olyan pontomra, amivel nem bírtam mit kezdeni. Tehát amin láttam azt, hogy ez olyan munka lesz, hogy tényleg oda kell tennem magam, és nem volt talán rá kedvem, vagy a lustaság, vagy nem tudom, de akkor jönnek elő ezek a dolgok, hogy hát jó vagyok. Hát nem vagyok jó. Az Eklézsiában sors közösségben vagyunk egymással. Nagyon fontos, hogy aki elfogadja az Istennek a hívását, és igent mond rá, az elfogadja azokat a dolgokat, amik ezzel együtt járnak. Hála Istennek, hogy egy olyan országban élünk, ahol nem üldözik a keresztényeket, nem vállalnak be az ablakon Molotov koktélt, nem robbangatnak a templomban, ez nem a mi értelmünk, hanem Isten kegyelmében egy ilyen országban élhetünk. Vannak olyan országok, ahol a keresztény gyülekezetnek minden nap meg kell küzdenie azért, hogy ne érje őket valamilyen támadás, vagy ne verjék meg őket, ne bántsák őket a hitükért. Isten szemében kegyelem ez is, és kegyelem az. Tehát mindenféleképpen össze fogunk találkozni olyan történésekkel és olyan dolgokkal az életünkben, amikor azért bántanak bennünket, mert keresztények vagyunk, vagy meg vagyunk térve, vagy az Isten tanítását akarjuk követni, és nem mást, és nem engedünk olyan dolgoknak, amik a parancsolatokban tiltva vannak, kicsit sem engedünk, hanem megpróbáljuk megtartani Istennek azt a szavát, amelyik ránk vonatkozik. Ilyenkor hátrányba kerülhetünk, rágalmazhatnak bennünket, megszólhatnak bennünket, kibeszélhetnek a hátunk mögött. Az ilyen emberekkel imádkozni kell, de mindenki, aki megtér és aki felvállalja azt, hogy Krisztus követő, az ezzel előbb-utóbb találkozni fog. Tehát ez nem egy kikerülhető dolog. Ez egy próba az életünkbe, de muszáj, hogy megmérettessünk önmagunk előtt is, mert akkor látjuk meg, hogy mennyit ér az a hit, ami bennünk van, és miben kell még fejlődni. Tehát sorsközösségben vagyunk egymással és a Mesterrel, viszont van egy nagyon örvendetes ígéretünk is, hogy ennek a sorsközösségnek a végén, amikor az életünk véget ér, utána is közösségünk lesz egymással. Tehát nem fog a halálunkkal ez a közösség megszakadni, hanem folytatódik majd a mennyei hazában. A Szent Szellem jelenti ki, hogy a Jézus az Úr. Ez csak a Szent Szellem általi kijelentésből lesz számomra üdvösséget közvetítő, tehát semmilyen más ismeretből, hallomásból vagy tanulásból nincs. Muszáj, hogy a bemerítkezés után az ember bemerítkezzen a Szent Szellembe is. Nagyon érdekes volt az, hogy
nekem általában nem így szokott lenni, ahogy az én életemben történt. Nekem az, hogy elkezdtem tulajdonképpen Istent szolgálni, az majd, hogy nem megelőzte a megtérésemet is. Ugyanis az én megtérésem is, ahogy elhívtak a szolgálatra, az szinte egy időpontba esett, és én már réges-régen szolgáltam akkor, amikor bemerítkeztem. Tehát amikor tulajdonképpen eljutottam arra az elhatározásra, hogy én ebből nem akarok visszafordulni. Ez egy olyan elhatározás, ami nagyon komoly. Tehát amikor az ember mondjuk elfogad egy munkahelyet, vagy egy munkaajánlatot, az egy ideig tart. Már nincs az a világ, amikor elment Robi bácsi dolgozni a gyárba, és onnan megy nyugdíjba. Most már ez változik, nem is nézik le azt az embert, aki többször vált munkahelyet, mert sajnos rá vannak az emberek, rá vagyunk kényszerítve arra, hogy ha valahol már nagyon rosszak a körülmények, akkor tovább lépjünk, hogy meg tudjuk keresni a kiadásainkra valót. Tulajdonképpen nem tudom, hogy mondjam egyszerűbben. Amikor bejön az életünkbe a Szent Szellem, és azt mondja, hogy legyél az enyém, akkor megél. Fölfogjuk azt, hogy ennek mekkora súlya van, fölfogjuk azt, hogy meg lettünk szólítva, a valós megszólításnál átjár bennünket az, hogy ez most nem az szólított meg, aki ezt mondja nekem, hanem az Isten. És jó esetben átlátjuk azt is, hogy ez egy nagyon nehéz döntés, ebből nem lehet visszatáncolni. Hogyha ebből az ember visszatáncol, sokkal rosszabb helyzetbe kerülhet, mint előtte volt. Világi életet ért, ugye ezt az ige is írja, hogy mi történik azzal a házzal, amit teljesen kipucolnak. És amikor én megtértem, én másfél éven keresztül a budafoki gyülekezetbe jártam, a Kulcsár Tiborhoz hétfőnként volt barátkozott, másfél éven keresztül jártam, mert úgy voltam vele, hogy nem éreztem még magamban azt, hogy úgy tudok belemenni a medence vízébe, hogy tiszta lelkiismerettel, hogy amikor bemerítkezek és kijövök a vízből, akkor én már új ember leszek. Ugye így célszerű belemenni az embernek a vízbe, hogyha föl tudja vállalni azt, hogy amikor kijön a vízből, akkor teljesen új emberré válik. Ha valaki nem így megy bele a vízbe, akkor nem fogja a bemerítkezés meghozni neki azt az eredményt, amit várt tőle. Én is vártam tőle egy különleges nagy dolgot, olyan vártam valamit, hogy hát történni fog. Valami, mit tudom én, az a baj, hogy Hollywood eléggé nevelje az embernek az ízlését és a képzeletét olyan irányokba viszi el, a fényeffektek, hangeffektek és azok a spirituális történetek, amiket az ember lát a moziba. Ugye azt várja, hogy azokat majd a hétköznapi életben is fogja látni, én is vártam a látványos dolgot, de felhőszakadás volt aznap, mindenki rongyázott, gyakorlatilag amikor bemerítkeztem, utána nem is lehetett látni, hogy ki volt bemerítve, ki nem, mert mindenki vizes volt. Úgyhogy, és kijöttem a medencéből, és mondom, ennyi az egész, hát ez nem volt olyan nehéz, meg nem éreztem semmit, és vizes vagyok, és akkor most hogyan tovább? És éppen egy krízis helyzetben voltam benne, ami után Isten segítségével megoldódott, és akkor tette Isten számomra bizonyossá azt, hogy hát a víz önmagában az semmi, az csak víz. Tehát belemegy az ember, kijön, olyan, mintha lemosakodott volna, de ami utána jön, az már viszont sokkal izgalmasabb, amikor az ember kér és be tudja fogadni a lelkéből a Szent Szellemet. És a Szent Szellem elkezd benne dolgozni, az már nagyon érdekes, onnantól kezdve az ember megtapasztal egy csomó olyan dolgot, amit addig nem. Tehát muszáj az, hogy az életünkbe, amikor behívjuk Jézust és bemerítkezünk a vízbe, utána bemerítkezünk Szent Szellembe is. Ebből adódik össze az, hogy az ember
Krisztus testének a részévé váljon, három dolog szükséges. Ugye a szükséges a megtérés, a vízkeresztség és a Szentlélekben való megkeresztelkedés. Az egyház az egy spirituális közösség. A Messiás engesztelő áldozat lett. Ugye a tanítványok egészen más volt a Messiás képe, mint amilyen Messiás képünk nekünk van. Ők ugye azt várták Krisztustól is, hogy ha ő a Messiás, akkor oldja meg azokat a dolgokat, amik elviselhetetlenné teszik az életet Izraelben. Ők azt várták, olyan Messiás vártak, aki mint hős harcos az izraeli nép élére áll, és kivezeti a népét azokból a nehézségekből, amikben benne van, és utána együtt uralkodnak a világ mindenségen örökké. De a Messiás az nem ilyen. Nem is ilyen volt, nem is ilyennek készült, csak ezt ugye még akkor a tanítványok nem tudták, mert lehet látni azt, hogy amikor Jézust elfogták, akkor utána összezavarodtak a tanítványok. Ugye meg is tagadták Jézust, szétszaladtak. Egy olyan káosz volt látható közöttük, ami egészen addig tartott, ameddig Jézus föl nem támadt és meg nem jelentkezett. Tehát gyakorlatilag a tanítványságban nekik volt egy hitehagyás abban a részben, amikor Jézust elfogták és keresztre feszítették, és utána föltámadt. Tehát addig a tanítványok elég kaotikus és érthetetlen módon viselkedtek. Ennek az volt az oka, hogy nekik egészen más a Messiás képük, és az nem volt benne, hogy a Messiás engesztelő áldozat lesz, és az életét és a vérét fogja adni az emberiségért engesztelő áldozat. Ahhoz, hogy ezt megértsék, ahhoz ismét csak a Szentléleknek az ajándéka kellett és a segítsége, és onnantól kezdve már minden tiszta volt nekik. Előtt elég furcsán viselkedtek, butaságokat kérdeztek, butaságokat beszéltek, de érthetjük az igéből azt, hogy ezt miért tették. Nagyon fontos az, hogy mi az egyház jövőjét az Isten ígéreteiből ismerhetjük meg. Isten ígéretei egészen eddig mind beteljesedtek, tehát amiket a Bibliában megír, nagyon sok ígéret le van írva a Bibliában, Izraellel és a népekkel kapcsolatban is, és idáig minden egyes ígéret, amit Isten megígért, az be fog teljesedni. Tehát statisztikai alapon nagy a valószínűsége annak is, hogy amik még be nem teljesedett ígéretek vannak a Bibliában, azokat is minden fogja teljesíteni, ugyanúgy, ahogy eddig tette. Tehát a hitünk az egyrésztről egy ilyen jellegű ismeret, hogy meggyőződéseket szereztünk a Bibliának az igazságából, a Biblia kijelentéseiből, abból, hogy Isten dolgozik és úgy dolgozik, ahogy azt a Bibliában megmondja és leírja, akkor nagy valószínűséggel ezután is ez fog történni. Másrészt pedig, ahogy együtt vagyunk, egy közösségben vagyunk, látjuk azt, hogy a közösség tagjaival mik történnek, és egymást tudtára hozzunk, hogyha jó dolog történik velünk, azt is, hogyha rossz dolog történik velünk, de erősíteni tudjuk egymásnak a hitét, és az Istenbe vetett hitet azáltal, hogy bizonyságot teszünk egymásnak. Mondjuk a katolikus egyházban ez annyira nem divat, de a protestáns egyházakban inkább szokott ez lenni, és ezt azért tesszük, hogy erősítsük a gyengébeket, erősítsük, akik kevésbé vagyunk krízisben, erősítsük azokat, akik jobban krízisben vannak, és segítsük lelkileg, és ha tudjuk, akkor fizikailag is. Az igaz hit bizonyítékai a jó cselekedetek, amelyek nélkül a hit halott önmagában. Tehát az az ember, amelyik befogadja a krisztusi tanítást, elfogadja a krisztusi tanítást, és a krisztusi tanítást át tudja váltani a hétköznapi életébe, annak a végeredménye jó cselekedetek lesznek. Tehát nem megy ki az illető egy karóval, és nem veri végig a hitetleneknek a hátát, hogy tessék bemenni a templomba, hanem jó cselekedetek lesznek belőle, jó cselekedet lesz a végeredmény, és a tetteibe a jó cselekedet gyümölcsein fognak megmutatkozni. Jó cselekedetekre Jézus rengeteg példát adott. Ő a saját életével mutatta meg azt,
hogy hogyan lehet az Isten beszédét, az Isten szavát átfordítani hétköznapi cselekedetekké. Nem egyszerű. Az ember számtalanszor kerül olyan szituációba, hogy egyrészt ott dübörög benne, hogy most ezt a helyzetet meg kell oldani, de azonnal, és másrészt ő pedig ott dübörög bennem, nem olyan nagy hangerővel, de az is bennem van, hogy de viszont keresztény ember vagyok, én nagyon sok minden megoldási lehetőséggel ebben az ügyben nem rendelkezek, mit tegyek. És akkor ilyenkor jön a dilemma, hogy engedjem el, vagy próbáljam meg a saját megoldási lehetőségeimmel megoldani, és addig félreteszem az Istent, félreteszem az Istennek a tanítását, félreteszem azt az evangéliumot, amelyiket a sajátomnak ismertem el akkor, amikor bemerítkeztem, vagy pedig rábízom Istenre. És tulajdonképpen az igazi hit, az ember életében dolgozó hit az ilyenkor jelenik meg, és ilyenkor mutatkozik meg, hogy mi a választásod ilyenkor, hogy azt mondod, hogy hiszek Uram, bármi is fog történni, nem tudom mi fog történni, de hiszek abban, hogy te őt akarsz nekem, és ez az ügy is úgy fog megoldódni, hogy az nekem kedvező lesz. Fogalmam sincs, hogy hogyan lehet ebből egyáltalán kedvező az én számomra, de mivel hiszek benned, és ezt tanítottad nekem, ezért ezt a dolgot rám bízom. Ez a helyes megoldás, és ezt a megoldást várja el tőlünk Isten, még a legkilátástalanabb, vagy a legnehezebb helyzetekben is tud adni olyan hatékony és ötletes megoldást, amikor már megvan a megoldás, akkor az ember csak a homlokára csap, hogy ja, hát ez ilyen egyszerű, hát erre nem is gondoltam. Tehát nagy kérdés, hogy ha már Isten gyermeke vagy, engeded a legfőbb tanítónak, Jézus Krisztusnak, hogy formálja a te szívedet minden nap. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Engeded-e, hogy a Krisztus formáján is alakítson téged, és gyönyörködjön benned, mint Krisztus testében az egyházban. Ugyanis így egyenként vagyunk mi együtt az egyház. Nincs olyan, hogy egyház. Az egyház mi vagyunk. Mi, akik elfogadtuk a Krisztusnak a hívását a Szent Szellem segítségével. És nem muszáj, hogy ebbe a közösségbe tartozhat bárhova, az a feltétel, hogy fogadd el a Krisztusnak a hívását, mondd Uramnak a Krisztust a Szent Szellem támogatásával, térjél meg, merítkezzél be vízbe, és merítkezzél be Szent Lélekbe. Ha viszont még nem vagy Isten gyermeke, gondolkozz el rajta, hogy mit fogsz válaszolni akkor, amikor majd megszólít, vagy talán már megszólított. Ne feledd, a válasz nálad van, és mondhatsz nemet is. De nem erre buzdítunk, hanem arra, hogy kövess Jézust, és hagyj hátra azt, ami nem szükség, amit nem szükséges cipelni ezen a gyűjtőn. Nagyon fontos, hogy az ember akkor is, hogyha nincsen megtérve, készüljön arra, hogyha már ismeri az ígét, készüljön arra, hogyha őt egyszer megszólítja a Krisztus, akkor tudjon jó szívvel igent mondania, tudjon jó szívvel igent mondani, és ne kelljen a váratlanság miatt azt mondani, hogy jaj Uram, most nem, most ez váratlanul ér, most ne lőd el a hívó szót, ha nem fogadd el, hogy szólod rád Isten. Ezt kívánom magunknak, és azt kívánom, hogy Isten gyönyörködhessen a mi közösségünkben, a mi eklézsiánkban, segjen egyenként, személyesen bennünk is.